Hey-ho! Üdvözlök mindenkit! Majd Twitch streamből kivágott részletet láthattok, a Twitch menetrendemet, illetve a csatornámat a leírásban is megtalálhatjátok. Ha viszont ott még nem vagy aktív tagja a közösségnek, akkor itt az ideje, hogy azzá válj. Nagyon szépen köszönöm, ha ott is bekövetsz, igazán nagyra értékelem. Válasz sok szeretettel, jó szórakozást kívánok a videóhoz. Akkor még mindig áll a 6 kill és 10, top 10. Kezdek agyfasz kapni. Agyfasz kapok. Milyen vicces lenne. Ja, nem. Ötven másodperc lehet, ezt a kört itt levárom, mert van loadoutom. Ugye lehív a Ghost Perkkel. Ez így prémiumnak tűnik. Kicsit lassabb kört fogunk tolatni. Itt jön a kör. Szóval ezeket a házakat kellene úgymond kilútolni, szerintem. És ez úgy nem is lenne olyan rossz. Hogy jól tudtam. Ha enemy hív le, nem látjuk a dolgokat. Ott lesz a srác. Na gyere ki. Ne. Enemy UAV overhead. Losing ground. Mit van bent? Meghalt valaki. Tehát remélem látjátok, ki gondolta volna mi? Óvatos be. Oké, gyorsan. Hú, gyorsan nézzünk valami helyet. Ide kellene eljönni. Valaki néz engem játékon belül. Nem állunk meg. El kellene foglalni már az elején a jó pozíciót. Mert tényleg legjobb pozíció ott van fönt. Minden cuccunk megvan, már lootolgatni full fölösleges. Mert tényleg mindenünk megvan, egyedül egy normális sniperünk nincs, az meg annyira nem olyan gigászi nagy tragédia. Kurva jó pozí van, ez innen le fog szűkülni, mi szépen akkor csak bejövünk, de mondjuk egy ide le is mehetnénk már most. És prémium lesz a pozíció. Előtte ide bemegyek. Ah, remélem nem lesz rossz döntés. Jó. Jajjaj. Ja, hogy ezek ilyen kis... Kurva élet. Meg fogunk baszódni. Nem volt jó ötlet, hogy lejöttünk. Jó, mi van gulág. Hát, ha itt vissza tudunk jutni. Aj, picsába, ez nem volt jó ötlet. Körrel kellett volna tényleg haladni, basszus. Csak le akartam menni egy biztos pozícióba, mert azt hittem, hogy ezek sima házak. De nem volt sima ház. Á, meg de karán sem biztos, hogy visszajutunk, ez egy baj van. Megvan. Szállíts te. Nem tudok máshova menni. Ezt a házat általában lootolatlanul szokták hagyni. Ott van szemben valami. Mondjuk talán ebben ott volt fegyver. Ó, ez igaz. Na már mindegy. Never mind. Úristen. Kari is egy álom. Ott egy loadout. 150 méter. Valami jó. Még körözgetni fogok kocsival össze-vissza.
Léci, ne legyetek benne. Bassza meg. Elcsesztem. Hagyj menjem. Uhu, nem lesz meg szerintem, nem tudunk eljutni addig. Jó. Uhu. Menni kell, az a baj. Nem tudunk oda felérni. Hát ilyen van. Hát ez most komolyan sniperrel kell. Csak egy sniper és egy kis pisztoly. Bassz meg a UAV-et, hogy nem tudjuk mi lehúzni a cuccost. Egy kill kell is megvan a challenge. Ennél open ebben futhatnék még? Ez a srác. Itt is lesz valaki. Itt lesz a tunnelbe. Tunnel alatt lesz. Hát, ha ki tudjuk húzni. Részszínre legyetek itt. Jó, már van lőszerünk. Oda kellene elmenni. Majd a körre. Majd a körrel megyünk. Ezt tanultam, hogy majd a körrel. 3 ember él rajtam kívül. Nézzük, bassza meg. 47 másodperc az szűkül, arra fogunk balra elmenni. Remélem, még nem látok. Ide fog ránk szűkülni, ide kellene valahogy eljutni. Lassan indulni kellene szerintem. Puti. Olyan open-en vagyunk, de hát ez egy full szar hely ez egész. Puti más is így gondolkodik, mint én. Már nem úgy, hogy szar hely. Jó, 30 másodperc. Ott lesz fent, mert a kocsit ott hagytam, és ő is a pirosnak a szélén fog mozogni. Combat zone-nak úgymond a szélén. Errefelé majd megyünk, megindulhatunk. Nem tudom, most menjek fel, még nem, kicsit várunk itt lent. Kicsit előrébb pötyizzük magunkat. A piros zóna előtt lehet úgyis. De 47 másodpercet, akkor menjünk lassan a körre. Előre. 5-5 katoda! Bassza meg, de gyors vagy. Kocsival mennék, milyen rambú lennék már. Hol vergődik a hulla. Alattam van a másik. High ground a miénk. Jó, armor plated be. Hú. Indulni fog a kör. Hagy menjen, fölötte vagyok. Ajaj, futi. Kifogytunk, bassza meg. Volt maszkja. Oh no! Bassza meg, egy második hely.